2008 óta minden évben, szeptember 3. hétvégéjén a Kulturális Örökség Napjával egy időben kerül megrendezésre az Árszakra Fesztivál, amely Szakrális Művészetek Hete és Nyitott Templomok Napja címmel napjainkra már országos, illetve határainkon is túlmutató kezdeményezésé nőtte ki magát. Kiemelt célja a kortárs művészek egymás közötti párbeszédének megindítása, együttműködések szervezése, támogatása, szakrális művészeti és kulturális események szervezése, felkarolása. Célja hirdetni, hogy művészet és szakralitás kéz a kézben jár, és hogy erősítse a valódi értékek, a szép, jó és igaz iránti igényt. Ez a kezdeményezéshez csatlakozott Lelkünk Virágai című dunabogdányi kiállításával néhány dunakanyari képzőművész is. Minden évben itt a Dunakanyarban csinálunk egy kiállítást előadásokkal együtt, és bemutatjuk ma például és most itt Hitünk Virágait, amerre néznek itt keresztény és zsidó jelképeket mutatunk be, virágokat és képeket és jelképeket. A jelképekről előadás is lesz. Itt vannak például Lengyel Rita képzőművész, aki Kisoroszlyban lakik, egy csodálatos jó grafikus művésznek a képei, természetesen az Ószövetséget idézve és bemutatva. Itt vannak Simon Ilonának, aki könyvszervező művész, a könyvei 17.-18. századi katolikus imakönyvek mai kiadásba és átiratba, református igekönyvek, zsidó imakönyveket hozott, és kicsi lapokat, imádságokkal, ez valami hihetetlen különlegesség, és hozott híres emberöknek imáit, és hozott csodálatos könyveket. Vannak Smetana Ágnesnek gyönyörűséges üvegvázái, ami reméljük föl fog tűnni különböző templomokban. Ohács Erika, aki dunabogdányi és egy csoda, hozta ezeket a meseszép koszorúkat, és hozta azokat a virágokat, amik Máriához kötődnek, és egyáltalán egy református keresztelőre készített, vagy éppenséggel a három királyoknak a jelképét hozta a terem végében, és vannak az én képeim szintén tele jelképekkel. Az egész délutánt megnyitja Sándorfi Eszter, volt görög nagykövet, a külügyminisztérium diplomácia tudományi főosztályának vezetője. Olyan a vallás és a művészet közötti kapcsolatot próbálunk újra teremteni a 21. század elején, amely túlzás nélkül állíthatjuk, hogy évezredeken keresztül teljesen természetes volt az ember életében. A vallás, az egyéni emberi sors, az élet és a művészeti lét közötti kapcsolat. Mit is kezdhetünk ma egy olyan Európában, amelyik hivatalosan saját maga fosztja meg magát a kultúrájától és az identitásától, például azzal, hogy az alkotmányában nem tesz be egyetlen egy fél mondatnyi utalás sem a kereszténységre. Sándorfi Eszter hangsúlyozta, az igazi művészet nem médiakampánnyal és pénzzel kreált dolog, hanem forrás az ihlet, ami megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, nem racionális, hanem isteni eredetű. A művész ebből az ihletből fakadóan a saját eszközeivel tolmácsolja a kapott üzenetet, amelyet egyébként Veres Sándor gyönyörűen megfogalmaz a Teljesség felé című könyvében. Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyan e virágokból szedi csokrát. A megnyitó tematikus előadás is volt egyben. Kósa Klára keramikus művész, a képzőművészetben és népművészetben megjelenő vallási szimbólumokról, jelképekről beszélt a megnyitón megjelenő mintegy 100 fős közönségnek. Ez az ima mutatja legjobban a kettősséget ebbe a világban. Tehát két fél adja az egészet. Nem vagyunk csak felek a másik felünk része nélkül. Férfi, nő. Gyerek, felnőtt, jobbra-balra, fekete-fehér. Mindenféle csoda így egész, hogyha a kettő fél összetalálkozik. Ezek a jelek nagyon eklatánsan jelentkeznek például Lengyel Rita grafikáin. Fekete-fehér. És itt minden látszik színesbe, holott fekete-fehér a grafikája. Mert ezzel az ellentétpárral, a fekete-fehérrel fönt és lent hajnal és este. Tehát itt minden megvan, az Ószövetségnek a szörnyűségei, tehát amikor kiűzettek az almaövés után Éváék a lenti kertből, ugye azóta a kertet lámpalossal őrzik kerub. Ez egy gyönyörűségös grafikája a Lengyel Ritának.
Én hoztam például egy Szűz Máriát, Máriát a gyermek Jézussal. Nagyon fontos volt, hogy Szűz Máriát köpenybe csak első áldozásig adunk. Tehát amikor a Mária köpenye véd, és óv, és eltakar, és ez a csodálatos köpeny, nagyon az egy magasrangú valakinek a köpenye, vagy épp a Szűz Mária köpenye, az ugye véd és eltakar, és ez kék. Aki a kék színt szereti, az tudja, a Schwabenből aztán végképp tudja, mert azokat mindig úgy ismerjük, hogy egy dolgos, nagyon dolgos szuperemberek, szorgalmas, hűséges, megbízható. Ez a kék, és a Mária ruhája kék. A művelődési házban megrendezésre kerülő tárlaton Kósa Klára keramikus művész, Smetana Ágnes üvegművész, Simon Ilona tipográfus, könyvtervező művész, a Kisoroszliban élő Lengyel Rita grafikus művész, valamint Ohács Erika Dunabogdányi dekoratőr szerepelt alkotásaival.